mi más javasolhatnék minden érdeklődőnek, hogy keressenek egy jó standot, hogy aztán jó sokat keressenek. Ezzel a mondattal zárta köszöntő szavait, és egyben nyitotta meg az őszi állásbörzét Nyéki Zsolt, a Kelet-Magyarország napilap főszerkesztője kedd délelőtt a Nyíregyházi Egyetemen. Az eseményen több mint 40 kiállító, munkaadó és karriertanácsadó várta az érdeklődőket az egyetem és a Kelet-Magyarország napilap közös szervezésében. A rendezvény célja az volt, hogy a hallgatók és a pályakezdők számára lehetőséget biztosítson a régió munkaerőpiaci lehetőségeinek megismerésére, valamint közvetlen kapcsolat kiépítésére a kiállító cégekkel és szakemberekkel. A diákok és a friss diplomások számára ez a platform komoly segítséget nyújt a munkaerőpiacra való belépéshez, ezáltal jövőjük tervezéséhez. Itt kezdtem a Nyíregyházi Egyetemen, itt élek szintén Nyíregyházán, és abból a célból jöttem ide, hogy kicsikét belepillantást nyerek abba, hogy milyen munkalehetőségek állnak rendelkezésemre, és szerintem ez egy rendkívül jó ötlet, így a fiatalok szemszögéből, hogy kicsikét ők is bele tudnak pillantani abba, hogy milyen munkalehetőségeik vannak. A nap folyamán az érdeklődők munkahelyekkel és gyakornoki programokkal ismerkedhettek, munkaerőpiaci és karriertanácsadáson és személyes konzultáción is részt vehettek, valamint szakmai előadásokkal is gazdagodhattak. Az egyik nyíregyházi cég képviselője pozitívan nyilatkozott az állásbörze kínálta lehetőségekről, hangsúlyozva, hogy szeretnék mindig bemutatni, milyen termékeket gyártanak. Készültünk kóstolóval, lehet kukorica és borsó konzervet kóstolni. Ezen kívül hoztunk egy olyan prospektust, ahol felsoroljuk az összes területet, ami a gyárunkban van, illetve meg lehet nézni, hogy milyen termékeket gyárt a Bonduel gyár. Itt a Nyírszölősi gyárban mi csak borsó és kukoricát gyártunk. A kérdések is általában ehhez kapcsolódnak, hogy milyen típusú munkakörök vannak a szezonos időszakban, illetve az irodai szinten vagy az állandós munkakörben. Kevésbé ismerik ezt a világot, hogy készül egy konzerv, és mindig rácsodálkozással vannak, hogy mennyi területet is lefedünk, illetve hogy milyen típusú munkaköreink vannak. Dr. Gégeny Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal igazgatója beszédében kiemelte. Az állásbörze lehetőséget teremt a munkáltatók és munkavállalók személyes találkozására, amely fontos a munkavilágában. Hozzátette, Észak-Kelet-Magyarország gazdasági fejlődése és az új iparágak megjelenése miatt egyre nagyobb szükség van magasan képzett munkaerőre, amelyet az egyetem és a szakképző intézmények biztosítanak. A házigazda intézmény képviseletében dr. Háskuti János, az egyetem elnöke köszöntötte a megjelenteket. Kiemelve az állásbörze 20 éves sikerességét Nyíregyházán, amelyet 4 éve a Kelet-Magyarország napilappal közösen rendeznek meg. Az esemény célja, hogy lehetőséget biztosítson a hallgatók és kiállítók találkozására és jövőbeli együttműködések kialakítására, miközben az egyetem idén közel 5000 hallgatóval indítja hagyományos és innovatív képzéseit. A hagyományok területén minden olyan képzést továbbra is adunk, kínálunk, amelyeket már megszoktak, amelyet a piac elvár az egyetemtől is és a hallgatóktól is, és van is kereslet a munkaerőpiacon erre. Az innováció pedig minden olyan új képzést jelenti, amelyekkel folyamatosan jelentkezünk, ebben az évben is, és a jövő évben is, és az elkövetkezendő időszakban mindig, ami a kor követelményeinek, kihívásainak a leginkább megfelel, és egyértelműen mutatja, hogy piacképes tudást tudunk biztosítani a hallgatóink számára. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke kifejtette. Az elmúlt 12 évben a megye jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül. A cél, hogy a helyi fiatalokat az itthonmaradásra ösztönözzék, és új képzési programokkal támogassák a munkaerőpiacot, erősítve az egyetemekkel és vállalkozásokkal való partnerséget.